Méltó megemlékezést tartottak Szekszárdon a Hősök napján. Az eseményen beszédet mondott Gyurkovics János alpolgármester, aki egyrésztről kiemelte, mekkora jelentőséggel is bír az emléknap, másrésztről pedig, hogy korunk nagy feladata a további emlékművek szükségszerű készítésének megakadályozása. Komoly felelősségünk van az miatt és azért, hogy ilyen emlékművek, mint amik mögöttünk vannak, ne legyenek, ne kelljen fiatalok, fiatal lányok, férfiak nevei tucatjaival rávésni. Nekünk az a dolgunk, hogy biztonsággal vigyük tovább az életet, és ilyen emlékművek nélkül adjuk tovább az elkövetkezendő generációknak. A megemlékezésen dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor mondott egyházi áldást, végezetül pedig megkoszorúzták az emlékművet. Bonyhádon felvonulással, illetve koszorúzással emlékeztek meg a háborús hősökről a lánglovagok és katonai hagyományőrzők nemzetközi találkozóján. Az eseményen részt vett a város alpolgármestere Szabó Tibor is. Elmondta, az elmúlt hetekben újították fel az első világháborús emlékművet, amelyet a szennyeződésektől, moháktól megtisztítottak, valamint impregnálást is kapott. Az önkormányzat is támogatja a hagyományőrző, illetve tűzoltó egyesületeket. Valóban a tűzoltó egyesületeknek, illetve a katonai hagyományőrzőknek a találkozójáról van szó. A Bonyhádváros önkormányzata a önkéntes tűzoltó egyesületet az idén 6 millió forinttal támogatta. Azt a tűzoltó egyesületet, azt az önkéntes tűzoltó egyesületet, aki az idén éppen 150 éves, és nem oly rég köszöntöttük őket a megyei tűzoltó nap alkalmával. A dombóvári megemlékezésen és koszorúzáson Szenyéri Zoltán, a Dombóvári I. és Gyula gimnázium igazgatója mondott beszédet a Hősök napja alkalmából. Ennek egyik legfontosabb üzenete úgy szólt, nincs különbség áldozat és áldozat között. Azt próbálom hangsúlyozni ebben a beszédben, hogy talán végre megérett az idő, hogy ezeket a hősöket a illő tisztelettel köszöntsük és fogadjuk be a nemzet emlékezetébe. Sajnos el kell mondani, hogy hősiességüknek némileg groteszkséget kölcsönzött az a tény, hogy két olyan háborúban vettünk részt, amelyik nem feltétlenül magyar érdekekért folyó háború volt. A megemlékezések méltó emléket állítottak a hősi halottaknak.